Egy évszázad alatt többször is fordult a történelem kereke a magyarság számára. Sok mindenről elmondható, hogy ez idő alatt a feledés homályába került. Trianon nem ezek közé tartozik, és alig ha van olyan magyar család, amelynek ne lenne valamilyen kapcsolódó története, hogyha ez a téma előkerül. Emlékezni sokféleképpen lehet. Mi most fölidézünk egy olyan soroksári iskolai programot, amelynek során a diákok tulajdonképpen segítséget kapnak ahhoz, hogy átérezzék, mit is jelenthetett valaha az a szerződés, amelyet összefoglaló néven úgy emlegetünk, hogy Trianon. A soroksári Grassalkovics Antal általános iskola már egy évtizede minden adandó alkalommal részt vesz a Határtalanul pályázaton. A hetedik osztályosoknak szóló határainkon átívelő kirándulások közkedveltek ebben az intézményben, ugyanis sokan vannak, akik egyébként soha nem jutnának el a kiszemelt helyekre. Legutóbb 46 diák látogatott el felvidéki bányavárosokba. Immáron 10 éve veszünk részt ezen a Határtalanul programon. Nagyon fontosnak tartjuk a hagyományőrzést az iskolában, mind magyar és mind az iskolánk másik profil német nemzetiségi hagyományok ápolásában, és úgy gondoljuk, hogy azáltal, hogy részt veszünk ezen a programon, így a gyerekeink megismerhetik a határainkon kívül élő magyar szokásokat is. Ez alatt a 10 év alatt nagyon sok osztály ellátogatott már Erdélybe például különböző tematika alapján. Legutóbb kiket vittek el, mi volt a program? Legutóbb Felvidéken jártunk, az előző héten érkeztünk haza. Hány napos volt ez a kirándulás, hány gyermekkel érkeztek oda? Ez a kirándulás 4 napos volt, június 5-től 8-áig vettünk részt egy elég eseménydús programsorozaton. 46 diákot vittünk el, és 4-en kísértük el őket. Mennyire érezték jól magukat a gyerekek, és amellett, hogy jól érezték magukat, mennyire tudtak tanulni az ott látottakból, hallottakból? Mi mindent tudtak mondjuk kézbe fogni, tehát sokkal interaktívabban lehet őket, azt gondolom, ilyenkor oktatni is. Igen, valóban. Nagyon élvezték, hiszen sokuknak nem adatik meg az, hogy külföldön járjanak. Tehát eleve az, hogy elmehettek külföldre, ez már egy jó tapasztalatszerzés volt, illetve hogy megismerkedhettek olyan tájakkal, amihez valószínűleg a családdal nem mentek volna el, és sokan mondták azt is, hogy esetleg visszatérnének ide akár a családjukkal is. Milyen helyeket látogattak meg? Már az első napon nem tétlenkedtünk, a bányavárosokat néztük meg Felvidéken, elsőként Selmec, majd Körmöc és végül Beszterce bányát, és utána érkeztünk a szállásra. Aztán a második napon, harmadik és negyedik napon mi történt? A második napon a Tátrában sétálgattunk, illetve megnéztük a Szepesi várat, a harmadik napon meglátogattunk Füleken egy iskolát, egy alapiskolát. A gyerekeknek nagyon érdekes volt, hogy Szlovákiában az iskola 9 év folyamos, illetve tehát maga az általános iskolai rész, illetve nagyon élvezték azt, amellett, hogy megismerkedhettek egy PPT-s bemutató által az iskolával, hogy hétköznap úgy vannak iskolában, hogy nem kell tanulniuk. Ott egy német nemzetiségi bemutatót is tartottunk, mert amellett, hogy a magyar hagyományokat is fontosnak tartjuk, ezért a német nemzetiségi hagyományokat is ápoljuk, és egy német nemzetiségi tánccal készültünk a bemutatkozó mellett, és utána pedig Kassán jártunk, ahol a Rákóczi sírjánál elénekelhettük a magyar himnuszt. Ezt nagyon élvezték a gyerekek, hogy mert ez egy nagyon nagy szó, hogy ott énekelhettünk, illetve Rodostónak a kicsinyített mását is megnézhetjük, illetve hát a dómot is megnéztük. Milyen egy ilyen kirándulásnak az első és az utolsó napja összehasonlítva? Az első napon mindenki nagyon lelkesen indult, és az utolsó napon pedig ugyanolyan lelkesek maradtunk, viszont egy picit fáradtabban, de többel, sok élménnyel érkeztünk haza.
Jól tudjuk, hogy egy ilyen kirándulás során földrajzból, történelemből nagyon sok mindent tanulhatunk. Magyar szakos tanárként hogy látja, magyarból mit tanulhatunk egy ilyen út során? Manapság már azért a nyelvünket inkább irodalmi szinten használjuk, tehát a nyelvjárásokat nem mindenki, tehát a nyelvjárásokkal nem mindig találkozunk, viszont ugye a szlovák egy kicsit ás beszéd, az meglepte a gyerekeket, és tehát ezzel is találkozhattak, hogy igen, vannak olyan emberek, akik inkább nyelvjárásban beszélik a nyelvünket, illetve másfajta szókészlet tehát használnak, de ezt így megismerhették ezáltal. Mekkora pénzösszeggel támogatta a pályázat kiírója a gyerekeket fejenként, és nekik mennyivel kellett hozzájárulniuk ehhez a kiránduláshoz? A gyerekeknek ez pénzben nem került, a pályázat 60 ezer forinttal támogatta őket. Tervezik a jövőben is azt, hogy akár saját kontóra is elviszik a gyerekeket ilyen hasonló történelmileg, földrajzilag, vagy akár magyarból felkészítő kirándulásokra, akár kis hazánkban, akár hazánkon túl, vagy tovább megyek a Határtalanul program keretein belül? Igen, továbbra is pályáztunk a Határtalanul programra. Jövőre a jövőbeni hetedikesek Erdélybe mennek. Nekik tartottunk is egy bemutatót arról, hogy mi milyen élményekkel gazdagodtunk, és kíváncsian várjuk az ő beszámolójukat majd. Életre szóló élmény ez a gyerekeknek? Én úgy gondolom, hogy igen. Azért, mert nem feltétlenül tudnának eljutni ezekre a helyekre, illetve olyan idegenvezetésünk volt, hogy olyan információkat tudhattak meg, amik a tankönyvben nem szerepelnek. Ha már a gyerekekre kitértünk, akkor térjünk ki egy kicsit a pedagógusokra és a kísérőkre. Számukra ez mekkora élmény? Mekkora élmény az, hogy a gyerekekkel iskolán kívül is együtt tölthetnek időt, és mekkora élmény az, hogy akár ők is eljuthatnak máshova Magyarországon kívül? Ez egy édes teher számunkra, mert amellett, hogy nagy felelősség van a vállunkon, emellett olyan kontextusban láthatjuk a gyerekeket, amire nincsen lehetőségünk órai keretek között, hiszen akkor 45 percünk van, és tulajdonképpen csak a tananyagra tudunk fókuszálni, de így sokkal jobban meg tudjuk ismerni őket, az igényeiket, és a későbbi óránkból be tudjuk ezeket építeni. Miért tartja jónak a Határtalanul programot, mennyire érte el a célját ez évben is? Úgy gondolom, hogy ez a program azért jó, mert hogy nem csak a magyarság tudatot erősíti bennünk egy interaktív és nem egy tankönyvi keretek között, hanem valahogy az összetartozást is, az egymással való viszonyt is, tehát a kapcsolatépítésben segít nekünk, ami mostanában nagyon fontos. A Soroksári iskola a legutóbbi Határtalanul pályázaton az emberi erőforrás támogatás kezelő jóvoltából összesen 2 millió 760 ezer forintot nyert a szlovákiai utazásra, szállásra, étkezésre és a programokra. Előtt a június, mennyiben más és mennyiben ugyanaz ez a helyzet most, mint a vírusjárvány kihirdetése előtt? Hát egy kicsit furcsább, hiszen lefújták az NB2-es szezont, és természetesen még 30-ig van a játékosoknak a szerződései, így június közepéig azért edzünk, és hát a folytatást még nem tudjuk, hiszen nem tudjuk, hogy az MLS hogy dönt majd, hogy mikor kezdődik a következő bajnoki szezon. Amikor félbeszakadt az élet ilyen szempontból a pályán, akkor tulajdonképpen hogy érezted, hogy hol tartottatok? Hát igazából a 10. helyen végeztünk, és ott fújták le, viszont volt még benne a csapatban, én azt gondolom, hogy följebb tudtunk volna lépni legalább az 5. helyre. Olyan kicsi differenciák voltak a pontszámokban, hogy biztos voltam benne, hogy a csapat följebb tud lépni. Ez most ez így alakult, nyilván utólag könnyebb bármit is mondani, készülünk a következő szezonra. Az edzői koncepciót mennyire törte derékba a leállás?
Hát igen, nehéz volt karbantartani a játékosokat, de itt az erőléti edzőm, a Timár Ádám megcsinálta nekik a futóprogramokat, tehát mindenki egyénileg dolgozott saját környezetben. Nyilván 2,5 hónapot azért karanténban voltunk, de a játékosok alig várták már, hogy kijöjjenek, és elkezdtük először egy hétig csoportokba edzettünk nyilván, és utána pedig, amikor már oldódtak a szabályok, akkor pedig természetesen együtt az egész csapat. Amikor a karantén időszaka volt, akkor különböző online fórumon konzultáltatok azért egymással, szóval ment némi társasági élet az interneten? Hát mi folyamatosan ugyebár a kollégáimmal beszéltük, és hát természetesen az erőléti edző, aki kiadta a programot, és a játékosoknak is jelezni kellett mindig, hogy az adott nap megcsinálták-e a futóprogramot. Van egy ilyen applikáció a telefonon, amin mindig el kellett küldeni az erőléti edzőnek, és hát természetesen az erőléti edzőtől mindig megkaptam azt, hogy ki és mennyit csinált. És természetesen hát igazából ilyen online beszélgetések nem nagyok voltak együtt, hanem inkább ilyen telefonbeszélgetések voltak, tehát én próbáltam a játékosokat fölhívni, és hát úgy egy picit spanolni őket, hogy azért nem menjen el a kedvük, mert nem tudtuk, hogy mi lesz a vége, tehát nem tudtuk, hogy az MLS le fogja fújni a bajnokságot, de hát nyilván a játékosoknak is, meg nekünk is azért rossz volt természetesen. Ha körülnézel az egyéb csapatok házatáján, akkor mit látsz, hogy hasonlóan reagáltak a fejleményekre, mint ti? Hát mindenki ugyanabban a cipőben jár természetesen. Hát van, aki el se kezdte még az edzéseket, tehát ők nem is folytatták, hiszen, amit az előbb elmondtam, hogy nem tudjuk, hogy mi a következő, és hogy mikor fog kezdődni a szezon, és mikor fogjuk mi is kezdeni a felkészülést. Úgyhogy mindenki erre vár. Nyilván minden csapat saját maga döntötte el, hogy edzenek, vagy pedig abba adják az egészet. Az tulajdonképpen, amit most mondasz, az mit jelent, hogy abba hagyják az egészet? Hát úgy, hogy nem edzettek tovább, tehát tehát hogy mi május 4-ét elkezdtük edzeni folyamatosan, tehát mi még készültünk arra, hogy hát ha elindul a bajnokság, de vannak csapatok, akik ezt nem folytatták, tehát nem is edzettek a karantén óta, tehát már az a március 15-ik óta volt, van csapat, aki nem is csinál semmit, nyilván vannak olyan NB2-es csapatok, és én azt gondoltam, hogy azért ez a játékosoknak mindenféleképpen kell, hiszen azért karban kell őket tartani, és a játékosok is várták már, hogy azért kijöhessenek és edzhessenek, és hát most már hála Istennek jók a körülmények is, és egy héten háromszor azért kemény munka van. A játékosok nyilván fiatalok, még te is fiatal vagy, lelkileg hogy vészeltétek át ezt az időszakot? Hát igazából az első pár hét, ami nehéz volt mindenki számára, de túl lettek a játékosok is, én is túl vagyok, úgyhogy senki nem kapta el a betegséget, ez volt a legfontosabb, és én úgy gondolom, hogy mindenki készül a következő idényre. Mik az alternatívák, milyen lehetséges változatokra készültök? Hát igazából mondom, várjuk az MLS-nek az információit, tehát mi amit elmondtunk, tehát mi június 12-ig fogunk edzeni. Nyilván lejárnak a játékosoknak a szerződései, most kezdtünk el az Dragon Attilával beszélgetni, hogy kik azok a játékosok, akiket szeretnénk megtartani, és kik azok a játékosok, akiket szeretnénk igazolni. De természetesen mi függünk a Fraditól is, hiszen a Fradi fiók csapata vagyunk, úgyhogy nekünk azt meg kell várni, hogy a Fradi hogy fog dönteni, és kik azok a játékosok, fiatal játékosokra gondolok elsősorban, akiket kölcsön fognak adni, és nyilván ezek után kell kialakítanunk nekünk a keretet. Tehát akkor úgy néz ki, hogy jelenleg mindenhol zajlik a gondolkodás, a mérlegelés, hogy merre hány méter? Hát igen, most mindenki várja az MLS döntését, és hát annak szellemébe fog mindenki dönteni. Ha kitekintesz külföldre, akkor mit láttál? Ez most nyilván nem feltétlenül csak a Sori szempontjából, hanem mint szakember, tapasztalt játékos szempontjából. Hát elsősorban ugyebár csak a Bundesliga indult el, tehát a Bundesligát néztem, és hát amint látjuk, hogy zárt kapuk mögött mennek a mérkőzések, elég jó mérkőzéseket lát az ember. Természetesen itt a magyar bajnokság is ugyebár most már beindult, és azt is lehet követni, úgyhogy azért lehet látni a játékosokon, hogy nincsenek top formában, hiszen azért mindenkit lehúzott ez a két-két és fél hónap, plusz azok az edzési idők, amik még rátettek a játékosok, tehát azért nem ott hagyták abba, ahol elkezdték, és nyilván azért a játékosok szempontjából pedig nagyon nehéz, hiszen azért belecsöppeni megint egy 90 perces bajnoki szezonba úgy, hogy játszanak vasárnap, szerda, vasárnap, ez fizikálisan azért megterheli a játékosokat.
Végül is a nyár az ilyen szempontból valószínűleg irreguláris lesz. Mi az, ami egyáltalán lehetséges, edzőtábor, utazás egyéb szempontból? Hát igazából azt is majd meg kell várnunk azt, hogy itt a polgármesteri hivatal, meg a polgármester úr is, hogy milyen anyagi jutatásokat kap a klub. Ezt is majd a Dragon Alertől gondolom el fogja majd mondani, és nyilván annak szellemében fogjuk dönteni, hogy el tudunk-e menni edzőtáborba, vagy nem. Július 6-án elkezdjük a szezont, elkezdjük a felkészülést, és hát nekiugrunk a következő bajnokságba, úgyhogy várjuk mi is majd a fejleményeket. Az MLS meglepte az MB2-es csapatokat, most akkor mi újság? Hát ugye jelen pillanatban vége az MB2-es bajnoki szezonnak. Ugye a kormány határozat döntéseket figyelembe véve az MLS elnöksége úgy döntött, hogy az első osztályi bajnokságot folytatják zárt kapuk mögött, egészen a hétvégéig, ahol most már nézők előtt is tudják folytatni az MB1-es csapatok. Az MB2-es és az annál alacsonyabb osztályi bajnokságokat viszont befejezetnek tekintették. Ez csalódás volt végül is? Tudomásul vesszük a döntést, de természetesen, mint sportolók, sportemberek nagyon szívesen játszottunk volna, akár szerda-szombat ritmusba is, hogy be tudjuk fejezni a bajnokságot, és a pályán lévő eredmények alapján elfoglaljuk a tabelán a helyezésünket. Amely helyezés most a félbeszakadt bajnokság esetében ugye a 10., ez körülbelül igazából szakmailag nem is nagyon jól értékelhető, ugye? Én ezt az idényt nem tudom úgy értékelni, mint az elmúlt időszakokat, hiszen rengeteg mérkőzésünk még hátra volt. Volt olyan csapat, aki egy mérkőzéssel többet játszott, mint mi. Most arra koncentrálunk, hogy jövőben ugyanazt a színvonalat tudja a Soroksár Sportklub képviselni, mint az elmúlt időszakokban. Attila, most ugye nem sokára kezdődik majd az újra gondolása a csapatnak. Áttekintitek, hogy ki van, ki jön esetleg, kit szeretnétek. Hogy álltok úgy alapvetően? A legfontosabb, hogy ugyanúgy támaszkodhatunk az önkormányzatra, ugyanúgy támaszkodhatunk a Ferencvárosra és magunkra. Úgyhogy ez az összefogás ez ugyanúgy megmaradt, tehát szeretnénk azt a nívót, azt képviselni, amit az elmúlt szezonok során, hiszen rengeteg játékost tudtunk NB1-be értékesíteni, vagy akár tőlünk kerültek el. Ha csak az elmúlt esztendők, a Csillus testvérek, a Haris Attila, a Sierik, Kundrák Norbi, a Kovács Dani a Videotonhoz, és ugye most Lőrinci Attila a Budafokhoz, tehát NB1-be igazoltak el tőlünk, tehát ugyanezt fogjuk képviselni, fiatal csapatot szeretnénk, támadó szellemi csapatot, ugyanazt képviseljük, hogy méltóképpen tudjuk fölvenni magunkra a Soroksár címeres mezt. Nagyon sok cég, vállalkozás, üzletág házatáján feje tetejére állt a világ. Most, amikor úgymond a játékos piac ismét eleven lesz, mit érzékelsz, hogy sok változással kell számolnotok? Biztos, hogy lesz változás, és próbálunk minél hamarabb ezekre reagálni. Én úgy gondolom, hogy a nehéz időszakban is lesznek olyan támogatóink, akik velünk maradnak. Természetesen elképzelhető az is, hogy ameddig helyre nem áll teljesen a gazdasági élet, addig nem tudnak támogatóként nálunk részt venni. Mi bízunk abba, hogy önerőből is akár, de a szívünket, lelkünket kitéve azért, hogy egybe maradjunk, és ne kelljen olyan döntéseket hozni, aki bárkinek a munkahelyét veszélyeztetni, hogy próbáljunk ugyanazt azt az erőt sugározni, azt a nyugodt családias légkört, ami mindig is jellemző volt ránk. Maguk a játékosok, ha úgy tetszik, értékelése az egyesületek közötti megállapodásnak az alapja, az lényegében ugyanaz, vagy itt is okozott felfordulást szerinted ez a szituáció? Hát, természetesen erre a szituációra senki nem tudott felkészülni, úgyhogy mi is még több egyeztető tárgyalásunk a Ferencvárossal
a ferencvárosi játékosokkal, hogy ki legyen az a játékos, aki nálunk fogja folytatni, ki az, aki majd kölcsönadásra kerül máshova, mely fiatalok, a szabály szerinti fiatalok fognak bekerülni, ki az, aki kettős igazolással kerül majd hozzánk, úgyhogy rengeteg még a nyitott kérdés, de próbálunk előrefelé menekülni és előrefelé dolgozni. Te, aki a sportügyeken kívül a létesítményügyekért is felelős vagy, mint vezető, mit látsz, hogy áll a pálya, hogy állnak a létesítmények, a feltételek? A jelen állás szerint ugye megfelelünk, és megkaptuk az MB2-es licenszet, úgyhogy ezzel rendben volnánk. Természetesen ugye az MLS előírásai közé fog majd tartozni a villanyvilágítás és a pályafűtés, ami még nincs meg itt a létesítmény belül. Készülünk és folyamatosan zajlanak a munkátok, hogyha az MLS úgy gondolja és úgy lesz a versenykirás, akkor a következő évben már készen álljunk ezeknek a feltételekkel is, de mindenképpen szeretnénk továbbra is, ahogy folyamatosan is csináltuk, hogy a létesítményünkben meglegyen az a családias, nyugodt légkör, amit a szurkolóink elvárnak. Mit érzékeltél a játékosok, az edzőgárda részéről, hogy vészelték át a két és fél hónapot? Hát volt egy bizakodóbb légkör és időszak volt, ami nehezebb volt. Aztán, amikor újra munkába álltak a fiúk és reménykedtek, hogy lesz bajnoki mérkőzés, akkor nagy becsvágyal dolgoztak. Aztán volt egy picit letargikusabb időszak, amikor eldőlt, hogy nem lesz bajnoki mérkőzés. Most edzésben vagyunk, nagyon jól edzenek a fiúk, csinálják a dolgukat, hogy amikor eljön az ideje, akkor augusztusban, amikor újraindul az MB2-es új szezon, addigra készen álljanak. Ugye itt a felnőtt csapat van most ennek a beszélgetésnek a középpontjában, de hát a Sori házatáján még jó néhány csapat van az utánpótlásra visszatekintve, és évek óta nagyon nagy figyelmet fordítotok erre, hogy áll a bál arra felé. Szépen ott is lépésről lépésre próbálunk haladni, és a fiúk mellett, ugye tavaly az U19-es csapatunk megnyerte a másodosztály B-bajnokságot, lány csapataink nagyon szépen szerepelnek, és elindult egyfajta, ott is egy közös munka a Ferencvárossal, és egyre több lány van, MB2-es lánycsapatunk lett, ott is szeretnénk fejlődni, tehát mindenképpen a szakmai vonal az közös ugyanúgy a Ferencvárossal, és természetesen amint lehetőség nyílik, a saját utánpótlásunkból is, csak úgy, mint tavaly, ahol már a Magyar Kupa mérkőzésen bemutatkoztak soroksári fiatalok, amint lehetőség nyílik, minél több játékpercet és minél több lehetőséget kínálni azoknak a fiúknak, akik itt nevelkednek, vagy egy olyan perspektívát, alternatívát mutatni nekik, hogy esetleg egy másik alacsonyabb osztályú csapatba esetleg oda kerüljenek. Az iskoláskorú gyerekek házatáján is felborult a világ, ugye valójában teljesen irreguláris körülmények között kezdődik majd ez a nyár, amikor hivatalosan is véget ér az iskola. Készültök arra, hogy esetleg táborokkal vagy egyéb módon segítsétek ezt a periódust? Egyáltalán lehetséges? Igen, minden kormányzati előírás betartva elkezdtük már az edzéseket, tehát a fiataljaink is ugyanúgy edzésben vannak. Nagyon hiányzott már nekik is a foci, meg ez a légkör, ami itt van, és nagyon nagy becsvágyjal készülnek továbbra is, úgyhogy mi szeretnénk az egész nyarat végig focizni. Úgyhogy szerintem az összes csapatunk edzésbe marad minimális szünettel, de azt a minimális szünetet meg táboroztatással, tehát egy bentlakásos időszakban gyakorlatilag itt és a sportcsarnok környékén fogják a fiúk egy-két-három hetet eltölteni, és utána újra kezdődik az edzés a kisebbeknek egy picivel később, de azt szeretnénk, hogyha nehéz helyzetből kilábalnak a családok is, akkor visszatérjen az élet, hogy ne veszítsünk el egy gyereket se, akik itt sportoltak. A te latolgatásait közepette milyen alternatívákra készülsz a nagy csapat a bajnokság szempontjából? Működhet-e minden kvázi ugyanúgy, mint korábban, vagy felfordul a világ? Én úgy gondolom, hogy a soroksári labdarúgásnak most gyakorlatilag a legnehezebb időszaka fog következni, hiszen nagyon
nem egyszerűen fogjuk ezt a dolgot átvészelni, de mindent precízen, pontosan próbálunk úgy megtenni, hogy azért a szakmai oldal se veszítsen, ne veszítsünk az utánpótlásból gyerekeket, edzőket. Tehát próbáljuk úgy összerakni az egész történetet, hogy megmaradjon az a közösségérzet, amit mindig is jellemző volt. Biztos, hogy lesznek változások a csapaton belül is. Megpróbáljuk azokat a játékosokat, akik ez a közeghez kötődnek, és már régóta itt vannak, azokat megtartani, új fiatal srácokkal megerősíteni akár a keretet, hogy olyan nívót hozzunk, aki sok szép élményt hozott nekünk az elmúlt években, akár a kupa elődöntőre gondolok itt, hiszen ebből az évből is azért volt szép emlékünk, amikor a hazai pályán legyőztük a Vasast, tehát Nyíregyházán nyertünk 5-3-ra, és ezek az élmények most megint jó, hogy így eszebe jutnak, akár nekem, vagy akár a szurkolóinknak. Mondom, az a csapatszellem viszont a jövőben az még fontosabb lesz, mint az elmúlt időszakokban. Hogyha kitekintesz a világra, akár Európára, akár más régiókra, ahol a foci népszerű és erős, mit látsz? Az biztos, hogy az anyagilag erős klubok, ahol jelentős tőke van, azok a klubok is vissza fognak venni a büdzséből. Én úgy gondolom, hogy azért több alacsonyabb osztályi klubot azért jócskán veszélyeztet ez a járvány utáni helyzet. Bízunk benne, hogy nem fog ez visszatérni, és a következő szezonban egyenesbe jönnek a klubok, egyenesbe jönnek a gazdasági szereplők, akik a sportot támogatják, azon belül is a labdarúgást, és visszatér az élet, visszatér a Bajnokok Ligája, újra nézők előtt tudnak játszani a nagy csapatok, vagy akár a magyar csapatok, és akkor jövőre nagyon szívesen nézzük ugye az EB mérkőzéseket is, mind a tévében, mind akár magyarországi helyszíken. Egy teljesen szubjektív kérdés, hogy érzésre egy olyan meccset nézni, amelyen nincs közönség, és amely úgymond csak közvetítés, az milyen? Volt már részem abban, hogy a pályán is voltam nézők előtti stadionban, és ugye most a tévéképernyőri előtt is azért mindenki érzékeli, hogy azért ez egy más hangulat, tehát nem lehet erre felkészülni, és egyáltalán maga a pályán lévő érzés sem ugyanaz a játékosoknak se, és ezt kívülről nézők is biztos látják a tévé előtt, hogy más hangulatot tud teremteni, amikor több tízezer ember kim van, vagy több ezer a leláton, akár fütyül, akár tapsol, de mégis az egy más állapotba kerül a játékos, és tud játszani. Ugye a tévéképernyői előtt meg ugye úgy érzi az ember, hogy teljesen egy hangulattalan, lenyomott érzésbe kerül, és már az is egy plusz, hogyha akár bekapcsolnak egy hangszóróból egy szurkolói ritmus, már az egy picit földobja a mérkőzést. Ez a soroksári tenisztanoda, ezt több mint 20 éve nyitottuk, illetve építettük jó magam. Először két pályával, utána kibővültünk három pályára, majd ezt követően még négy pályát építettünk, tehát most egy 7 pályás teniszcentrumról beszélünk, 7 salakpályával rendelkezünk jelen pillanatban. És a te teniszmúltad is nagyon érdekel, még arról is mesélj nekünk. Hát jelenleg edzősködöm itt a klubba, és én vezetem a klubot, de több mint 30 éve teniszezen voltam az amatőr szövetség elnöke, jelenleg a szenior szövetségnek vagyok az elnöke, és így elég széles rálátásom van a hazai tenisz életre. Rendszeresen szervezünk itt versenyeket, hazai versenyeket is, illetve nemzetközi versenyeket is. Hány edzővel dolgoztok itt a pályán? Jelenleg 5 edző van, aki folyamatosan dolgozik nálunk, és gyerekek, illetve felnőttekkel, egyéni és csoportos oktatás keretein belül. A tenisznek egy ilyen átfogó, tudom, hogy most, hogyha belemennénk, akkor az nagyon hosszú lenne, de így a szabályokról egy kicsit, hogy érintsük.
Hát ez tényleg nagyon átfogó. Ez egy alapvetően egy labdajáték, amit ketten vagy négyen játszanak, egy meghatározott méretű pályán. Nagyon speciális számolása van, legtöbben azt nem szokták érteni, ennek egy tradíciója van, úgy számolják, hogy nem 1, 2, 3, 4, hanem 15, 30, 40, utána előny egyenlő. Akik ugye kezdők, azok nagyon nehezen értik meg, de hozzá kell szokni, ez egy ilyen speciális, tradicionális szabályrendszer. És a kezdőkkel mi a helyzet? Hogyha ide jön valaki, még soha nem volt ütő a kezében, csak megtetszett neki ez a sport, akkor hogyan kezdtek bele a közös edzésbe, vagy hogy van ennek a menete? Mindenkinek azt mondjuk, hogy nyugodtan, bátran látogasson el hozzánk, nem kell felszerelkezni először felszereléssel, elég, hogyha egy edzőcipőt hoz valaki. Természetesen tudunk teniszütőt biztosítani, ugye meg vannak a megfelelő felszereléseink ahhoz, hogy a teljesen kezdő szintről el tudjunk jutni akár versenyző szintig. Nyilván minél fiatalabb valaki, annál nagyobb eséllyel lesz belőle versenyző. Volt rá példa, hogy valaki teljesen kezdőként itt kezdett nálad, és most pedig versenyszinten van? Természetesen volt ám, aki biztos, hogy az első ütését itt tette meg a magyarok között, a Békefi Bianca volt, aki magyar bajnok volt, illetve nyert nemzetközi versenyt is. De most jelen pillanatban azért a Fucsovics Marci is itt készül nálunk a salakos szezonra. Sokszor szokott itt edzeni, nem csak itt, de legfőképpen itt szereti ezt a klubot, mert ez egy családias, nyugodt hangulatú klub. Hogyha lejön mondjuk egy pár, és mondjuk ők szeretnének teniszezni, akkor arra is van lehetőségük, hogy ők így maguktól, az ők útfőjükből így elkezdjenek, vagy mindenképp ott vagytok velük, hogy azért egy kicsit segítsétek őket? Természetesen van arra is lehetőség, hogy teljesen maguktól kezdjenek. Az azért szokott problémásabb lenni, mert amíg ugye nem biztosak az ütésekbe, akkor többet szedik a labdát, mint amennyit teniszeznek. Ezért azt szoktuk javasolni, hogy legalább néhány órát vegyenek, hogyha teniszezni szeretnének. De van olyan lehetőség is, hogy teljesen ingyenesen van falunk, aminél oda lehet jönni, és akkor lehet adogatni, az teljesen térítésmentesen lehet igénybe venni. Úgyhogy nyugodtan, ha valaki csak a mozgásért jön, akár egyedül van, akár a párjával megteheti. És a tenisznél mit szoktatok mondani, hogy mikor van már benne sikerélménye az embernek, amikor már azt érzi, hogy nem csak itt futkorászik és szenved, hanem amikor már valahogy azt érzi, hogy most már csinál is valamit? Természetesen ez attól függ, hogy hetente hányszor edz valaki, hányszor teniszezik. Általában mondjuk egy olyan másfél-két év alatt hogyha heti egy-két edzéssel, egy olyan másfél-két év alatt el lehet arra a szintre jutni, hogy már valaki élvezze a játékot, és egy másik hasonló szintű partnerrel folyamatosan tudjon játszani, esetleg mérkőzést is. A gyerekekkel mi a helyzet? Mennyien vannak itt nálatok? Hát 30-40 gyerek van folyamatosan, illetve azt kell tudni még erről a klubról, hogy az ország legnagyobb gyerekversenyét mi rendezzük. Külföldre is szoktak folyamatosan jönni hozzánk, és gyakorlatilag 5 éves kortól már versenyeznek a gyerekek, de nagyon aranyosak, mert ugye élet-halál harc megy a pályán, és ott nyilván a gyerekeknél az kicsit probléma, hogy aki veszít, ott általában eltörik a mécses, de azért igyekszünk úgy szervezni ezeket a versenyeket, hogy mindenki a legvégén azért mosolyogva menjen el. És a járványhelyzet az mit okozott nálatok? Milyen változások jöttek be? A legfontosabb változás az volt, hogy törölték a versenyeket. Ugye ez volt az első lépés. A Magyar Teniszszövetség hozott egy határozatot, ami alapján a teniszklubok azért nyitva lehettek, természetesen korlátozó intézkedések mellett, tehát de második pályán lehetett játszani, nem lehetett párosozni, de a versenyeket eltörölték. A nemzetközi versenyeket még most se lehet tartani, de a hazai versenyeket már el lehetett indítani. De még ugye nem tudjuk, hogy mekkora érdeklődés övezi majd ezeket a versenyeket. És a nyitvatartásotok az hogyan változott ebben az időszakban? A járványhelyzet alatt nem változott a nyitvatartás, reggel 7-től vagyunk nyitva az esti órákig, két pályánk meg is van világítva, úgyhogy ha valaki esetleg sötétedés után szeretne még néhányot, arra is van lehetőség. És a tenisznek mikor van a nagy idénye, a szezonja, melyik, hova tudjátok sorolni az évben? Ez a pálya jelenleg csak a szabadtéri szezonban van nyitva. Régen, mint 10 évvel ezelőtt volt fedett pályánk is, de most már egy 10 éve nem üzemeltetünk fedett pályát, ami azt jelenti a szabadtéri szezon jelen nálunk, hogy március elejétől vagyunk nyitva általában október végéig. Nyilván időjárás függő, ugye idén egy picivel március közepére tolódott a kezdés, és október-november elejéig beleszokott a szezon tartani.
És egy személyes kérdés, hogy mivel már ennyire sok éve foglalkozol a tenisszel, és hogyha valaki ide jön kezdőként, akkor mindig van hozzá türelmed? Vagy már azt szereted, amikor valaki már úgy benne van, és akkor úgy aztán úgy igazán lehet edzősködni? Ugye ez kicsit külön kell választani. Tehát egy teljesen kezdővel foglalkozni, ugye más, nyilván akkor az órák máshogy zajlanak, viszont sokkal jobb érzés látni, hogy hogyan lehet eljutni a nulla szintről egy bizonyos szintig. Ugye a gyerekeknél ez a fejlődés nagyon látványos, de a felnőtteknél is azért lehet látni. Maga az oktatás természetesen jobb olyan valakivel oktatni, ahol folyamatosan megy a labda, és az ember tudja ütni rendesen, fárasztóbb is, hozzáteszem, de teniszezés szempontjából az egy jobb érzés, de azért összehasonlíthatatlan a kettő. Az egy edzőnek mindig szükséges az a visszacsatolás, hogy lássa azt, hogy a nulla szintről hogyan lehet eljutni egy olyan szintre, ahol már folyamatosan játszik valaki. És hogyha egy edző olyan szerencsés, hogy aztán sikeres játékos nevel, hát az edzői pályafutás csúcsa. És az izomláz, hogyha valaki először jön le, akkor hol számíthat arra, hogy ott aztán fájni fog még egy pár napig? Hát szinte mindenhol, ez a tapasztalat. Nyilván kérdés, hogy valaki más sportot csinál-e mellette, de azért speciális izomzatokat mozgat meg a tenisz. Nyilván a kezet megterheli, a vállat megterheli, de úgy, ahogy a lábakba, a derékba is fog jelentkezni az izomláz. A teniszkönyök kérdését, ezt tegyük rendben. Mi is valójában a teniszkönyök? A teniszkönyök az egy olyan speciális betegség, általában akkor szokott kialakulni a teniszezőknél, hogyha ütőt váltanák, vagy rossz húrozással kezdenek el játszani. Egyszerűen letapad a csontra, letapad az in, és az irritálja a csontot, a csonthártyát, amikor üt valaki. Úgyhogy igazán nem többször volt, nekem is volt többször teniszkönyököm, illetve a tanítványaimnak is. Mi nem tanácsoljuk, hogy megműtesse valaki, hanem elmúlik az magától. Addig kísérletezünk, addig gyakorolunk, cserélgetjük az ütőket, változtatunk a húrozáson, amíg azért ez meg szokott szűnni. A húrozás, ez mit jelent? Erről kérlek, mesélj. A teniszütők különböző keménységűre vannak húzva. 18 kilótól 28-ig mondjuk egy tolik határt mondtam, és mindenki a saját tapasztalata alapján állítja be, hogy milyen keménységű ütővel játszik. Ha valaki puhább ütővel játszik, akkor nagyobbakat fog tudni ütni, ha keményebb ütővel játszik, pontosabbakat fog tudni ütni. És előfordul, hogy főleg, hogyha az ember egy új ütőt próbál ki, hogy más keménységűre van húzva, és akkor könnyen előjöhet a teniszkönyök. A vendégek még mit szoktak mondani a pályáról, hogy miért szeretnek ide járni, mi az, ami mondjuk ide vonza őket, vagy nagyon tartósan itt tartja őket? Azt gondolom, hogy ennek a pályának a családias hangulata az, ami a legnagyobb vonzerejét jelenti. Nyilván a városban vannak exkluzívabb klubok is, de ezt a hangulatot, ezt a nyugalmat, ezt nem sok pálya tudja Budapesten. A tenisz neked mit jelent az életedben? Egy olyan formát kérdezek, hogy mondjuk én nem tudom elképzelni, hogy stresszvezetésre például iszonyatosan jó, hogy te mondjuk még mire használod ezen kívül? Hát jó, valóban jó a stresszvezetésre is. Nyilván, ha az ember napi szinten csinálja, akkor nem azért csinálja, de például én, ugye, aki rendszeresen oktatok, naponta 5-6 órát biztos pályán vagyok, hetente mindig van két olyan játék, amit a régi cimborákkal játszunk, ami kifejezetten ilyen stresszlevezetés szolgál. Persze ilyenkor aztán óriási ordibálások mennek a pályán. Tehát ha valaki kívülről szemléli, talán épp az ellenkezőjét látja, de pont ez a lényeg benne, hogy ott az ember azért ki tudja adni azt a feszültséget magából, ami esetleg hétközben felgyülemlik. Tehát aznak inkább azt mondanám, hogy annak ellenére, hogy napi 5-6 órát teniszezem, ezeket a játékokat semmiképpen nem hagynám ki.